legismertebb technológia, ami a valós idejű helymeghatározás azonosítást elvégzi, az most az RFID rendszer. Én megnéztem, hogy körülbelül mekkora jelentőség ez az ipar, és az IDTechX-nek az előrejelzése alapján ez 10 éven belül 18 milliárd dollárnyi üzlet. Tehát ezen az apró pici kis szegmensen is jól érzékelhető, hogy mekkora horderejű lesz ez az ipar 4.0-as digitalizáció, mert itt igazából csak egy technológiáról beszélünk, az RFID technológiáról. És annak ellenére ekkora a szám, hogy ennek a technológiának komoly korlátai vannak. Többet tudjuk, egyet mondok, te kettőt tudjuk. Az RFID rendszereknek egyik komoly korláta az, hogy nem elég pontosan határozza meg egy-egy tárgynak a helyét. Nem megfelelő az eszköz sűrűség, tehát egy adott helyen több eszköz van, nem biztos, hogy pontos lesz a beazonosítás. A rádiófrekvencia az egyrészt zavar okozhat a környezeti gépekbe, és ugye egyre több elektronikai eszközt telepítünk be a gyárakba. Ugyanakkor magának az RFID-nak is egy zavar érzékenysége van a környező eszközöktől. És elég nehezen skálázható is ez a technológia. Ez is kell. Vártam a gépos. Igen. Röviden megmutatnám, hogy az Atom fejlesztett Irid RTLS rendszernek mik a részei. Ugye az eszközökön elhelyezünk tegeket. Ezek a tegek ugyanúgy a RFID vonatkozásában is, ugye ezek az RFID tegek. És elhelyezünk egy ipari csarnok vagy bárhol máshol readereket, amelyek tulajdonképpen ezeknek a tegeknek az adásait veszik. A readerek azok egy Ethernet hálózatra, ami lehet power over Ethernet, ami ugye azt jelenti, hogy Ethernet-en keresztül távellátást kap, tehát nem kell 220-as sem oda vezetni. Vagy ha ez nem megoldható az Ethernet kábelezés, akkor Wi-Fi-n tudnak kommunikálni, nyilván ebben az esetben 220-at kell oda vezetni, vagy Wi-Fi-n keresztül még nem lehet 220-at átvinni. És ezek a readerek együtt kapcsolódnak a Irid RTLS szerverhez. A legfontosabb paraméter ennek a technológiának az, hogy ez csak infravörös sugárzást használ, tehát emiatt ugye a zavar érzéketlenség egy nagyon komoly előnye. Nagyon pontos a hely meghatározó képes, elméletileg milliméter pontosságot el lehet érni. 3D-ben tud azonosítani és meghatározni az eszközök helyét, nagy eszközsűrűséget lehet elérni. Az RFID-nál látjuk azt, hogy mivel érzik a technológia korlátát, sokféle kiegészítő eszközt, technológiát tesznek hozzá, hogy még pontosabbá tegyék, vagy még jobban növeljék az eszköz sűrűséget. Itt nincs erre szükség. Tehát önmagában ez Irid RTLS technológia, ez elegendő, hogy ezeket a funkciókat ellássa. Akkor, amikor beérkezik egy tegnek az azonosítója, akkor a reader meghatározza a tegeknek a pontos helyszínét, az azonosítóját, és hozzáteszi az időbélyeget, és tulajdonképpen ezeket az adatokat küldi tovább feldolgozásra egy ipari akármilyen rendszer felé. Nagyon jól skálázható, tehát jól bővíthető, igazából egy reader hozzáadásával el lehet érni akár mekkora szerelőcsarnoknak a lefedését. Itt néhány technológiával hasonlítjuk össze az RFID-es technológiát. Minden technológiának van valamilyen korlátja. Tehát látszik itt, hogy az RFID, az ultrawideband, a bárkód, a vonalkódos, QR-kódos vizuálazonosítás és a forma vagy színfelismerő azonosítás. Mindegyiknek van valamiféle korlát. Ezeket pirossal jelöltem itt, ami úgy az alkalmazhatóságát jelentősen korlátozza. És itt nyilván a saját területek mellett érvelve minden sorban zölddel jelöljük, hogy ezeken a területeken jelentősen eres. Na most azért a világ azért nem teljesen ilyen szép, és ugye azért igyekezzük az objektíven is
megmutatni a technológiát, van azért korlát. Tehát mivel infravörösről beszélünk, ezért a korlát a láthatóság. Tehát nem tehetjük akárhová a teget, mert a tag és a reader között line of sight kell. És nyilván mivel infravörös tartományról beszélünk, ezért leginkább, vagyis hát csak is a beltéri alkalmazás, ami megoldható. Tehát ez a két korlát van, és ezért mondhatjuk azt, hogy itt nem arról van szó, hogy megfőtt az RFID-t és kidobjuk meg itt az új technológia, hanem egy újabb technológia érkezett itt a szabadpályás eszközök követésre és navigálására. Meg kell nézni, hogy mikor melyik alkalmas. Tehát ha egészségügyi környezetben az RF-nek nagy a kockázata, oda nem lehet RFID-t telepíteni. Akkor ott egy ilyen ideértéles technológiával meg lehet oldani. Ha gyártó sorokon időnként eltűnik az eszköz, mégis kéne tudni, hogy mihol van, ott sem alkalmas igazából az iridertes, ott inkább az RFID-t kéne használni. Hogyha nyomkövetés van, nem meghatározott útvonalokon, ott szintén az iridertesnek van előnye, és vannak olyan gyártási körülmények, ahol hol ez, hol az, és itt jön szóba az, hogy valószínűleg ennek a két technológiának előbb-utóbb lesz értelme, hogy integrálódjon. És hát, ahogy említettem, ugye a szerverbe eljutnak az azonosító adatok, a helymeghatározat, tehát maga a helyadat és az idő minden egyes tagről, tehát minden egyes követendő eszközről. Hát innentől kezdve elég egyértelmű az, hogy elhelyezve itt ugye egy ilyen teljes gyártási rendszerben ezeket az adatokat megfelelően tudja kommunikálni a följebb lévő rétegekbe, ami lehet bármilyen eseménykezelő, raktárkezelő, bármilyen adatbázis, vagy IRP, vagy gyártási irányító rendszer. Nem áll meg már a fejlesztés, most sem pedig alig indultunk el, tehát nyilván vannak elképzelések, hogy milyen irányba lehetne még ezt tovább vinni. Idáig leginkább ugye a helymeghatározásról beszéltünk, de hát egyszerűen csak meg kell fordítanunk a teget és a readert, és azonnal lehetővé válik, hogy navigáljunk. Ugye amíg az AGV-k most leginkább ugye lézerrel mennek, meglehetősen drága megoldás, ezzel az iridertéléssel könnyen egyszerűen megoldható egy olcsó navigáció. Mivel a pontossága tényleg az elméletileg a milliméter területén van, akár drónokat is irányíthatunk ipari területen belül. Egy érdekes alkalmazási lehetőség lehet szintén a dinamikus információnak a kijelzése, tehát akkor, amikor magazinokban, ugye most nem tudom, hogy hányos ipar 2.0-nál vagy 1.0-nál papír alapú minden, tehát nyilván ott vannak a fecnik, hogy abban az éppen a kocsiban vagy a tárolóban mi van, nyilván ez egy statikus információ, amit elfúj a szél. Nyilván a megfelelő kivetítővel vissza lehet küldeni más irányba azokat a dinamikus adatokat, amik fontosak ahhoz, hogy éppen lehessen látni is akár, hogy abban ott a tárolóban éppen milyen eszköz van. Ezt meg lehet oldani például egy ilyen dinamikus QR kóddal is. Tehát egyszerűen valaki oda megy, elolvassa, mondjuk egy ilyen Google Glass-en keresztül, egy PDA-val leolvassa, hogy azt a QR kódot azonnal megjelennek nála az adatok, hogy mi az, Említettem, hogy fontos rész lehet itt az RFID-val való integráció, de hát ezen kívül bármilyen más szenzorral, tehát ugye a szenzorok integrálása az manapság most már szinte egy egyszer-egyes történet, tehát össze kell rakni a szenzorok, az adott környezetben szükség van bármilyen más adatra, érzékelésre, akkor egy intelligens szenzorral ezt meg lehet oldani. Hol tartunk? Elkészült több prototípus, ezen túl vagyunk, laboratóriumi tesztek megtörténtek. Telepítettünk egy ipar szerelő csarnokban egy pilotrendszert. Ez a pilotrendszer megfelelt, egy elég komoly mérésen ment át, integráltuk.
a gyárnak a különféle szoftvereibe, és ott tartunk, hogy ezt arra alkalmasnak tartottuk, hogy egy szabadalmi bejelentést tegyünk, ez a bejelentés ez megtörtént, és keresik a potenciális partnereket és ügyfeleket. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam.